óvodából emlékszem az első élményre, kaptunk valami feladatot, hogy valami ilyen, hogy hívják ezeket, posztó darabkák különböző alakúakra voltak vágva, és valahogyan rendszerezni kellett őket. Emlékszem arra az érzésre, hogy hirtelen rájöttem, hogy mi a lényeg, amit itt most nézni kell, és borzasztó egyszerű lett a feladat, és hogy arra jön, hogy a fölösleges dolgokat el kell felejteni, a lényeget kell nézni, és most az a lényeg, hogy nem túl jó pedagógiai érzékel, emlékszem, hogy körbe mentem a csoportban, és mindenkinek rögtön megcsináltam a feladatát. Erre az élményre emlékszem, hogy az egyszerűsítés, az absztrakció az örömet okoz, és ez úgy is maradt utána. Ságváriban specmatra jártam, ez egy nagyon jó élmény volt. Én nagyon rossz voltam helyi versenyekben, tehát volt a Kömal, ez nagyon sok embernek fontos, ott tipikusan az első háromban voltam. Helyszíni versenyeken ott valahogy ültem, és ideges voltam, hogy nem tudom megcsinálni a feladatot, és úgy igazán el sem tudtam kezdeni gondolkodni a feladatokon. Szegeden születtem, és ott is kezdtem el az egyetemet. Mint a legtöbb magyar, kombinatorikával foglalkoztam. Az egyetem utolsó év alatt Cambridge-ben voltam egy évet, mert már úgy éreztem, hogy amit a Szeged Egyetemen megtanulhattam, azt már kb. Megtanultam. Viszont geometria nem nagyon volt, úgyhogy egy csomó geometria kurzust csináltam Cambridge-ben. És utána hazajöttem, és elkezdtem itthon csinálni a PhD-met, ugyanúgy ilyen valószínűségszámítás, kombinatorika, csoportelmélet, mindegy, több dolgot, de úgy igazából nem foglalkoztam egyébként matematikával, és végül is Berkeley-re mentem. Részben azért az egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy a témavezetőm, akihez mentem, direkt őt néztem ki, Yuval Peres, egy izraeli nagyon jó valszámos, ő neki akkor végzett egy magyar diákja, és akkor így fölvettek, és akkor Berkeley-n voltam 5 évig. Seattle-ben a Microsoft Research-nél voltam postdoc. Ez egy érdekes dolog, tehát az, hogy Microsoft, az biztos úgy hangzik, mintha valami számítógépekkel kapcsolatos hülyeséget csináltunk volna. Itt volt egy statisztikus fizikával foglalkozó csoport. Szóval a Microsoftnak semmilyen munkát nem végeztünk, viszont tényleg a világ egyik legjobb helye volt akkoriban valószínűségszámítást csinálni. Én pedig Odette Schrammal dolgoztam, aki mondjuk Kolmogorov óta talán ő a legnagyobb alakja, vagy az egyik legnagyobb alakja volt a valószínűségszámításnak, úgyhogy az, hogy 2 évig vele dolgozhattam, az egy nagy élmény volt. Sajnos ő meghalt, leesett egy hegyről mászás közben. És akkor utána volt még fél év Berkeley, postdoc, utána Torontóban voltam 3 évig az egyetemen, és utána költöztünk haza. A feleségem is magyar. Az volt a terv, hogy előbb-utóbb mindenképpen hazajövünk. Már úgy elérkezett az idő 10-1 néhány év Észak-Amerika után. És akkor egy Marie Curie ösztöndíjjal jöttem haza a műegyetemre, ahol a valszámosok leginkább ott csoportosulnak Magyarországon. Két rész van a tanításnak, vannak az órák, meg vannak a MSc és PhD-s diákok. Félállásban még mindig a műegyetemen vagyok, de egész állásban itt a Rényi Intézetben. És most jelenleg van egy IRC kutatócsoportom, ezt zajérzékenység kutatócsoportnak hívják. Ez a zajérzékenység, ez azt jelenti, hogy van egy nagy rendszerünk, rengeteg mikroszkópikus részecskével, akikre lehet úgy gondolni, mint hogy az emberek, akik egymástól többé-kevésbé függetlenül döntenek valamiben, vagy részecskék mondjuk egy bögre kávéban, vagy részecskék egy mágnesben, és van valami makroszkópikus függvénye ezeknek az inputoknak, ezeknek az input biteknek, amit mérünk. Az érzékenység azt kérdezi, hogyha nem ismerem tökéletesen az inputot, hanem van egy kis zaj az inputon, vagy a mérésemben hiba csúszik, ez mennyire befolyásolja, hogy meg tudom-e mondani, hogy mi lesz az output, tehát hogy mi lesz a függvénynek az értéke. A teljes emberi technológia arra, meg tudomány, arra reményre alapozódik, hogy az érdekes függvények, azok stabilak a zajra, tehát az, hogy egy kis mérési hibám van, az nem befolyásolja nagyon a végeredményt. De hát én pont azokkal a függvényekkel foglalkozok, ahol ez nem igaz. És azt próbáljuk megérteni, hogy pontosan mit tesz egy függvényt érzékenyé, vagy kevésbé érzékenyé egy ilyen zajra. Amikor kitaláltam, hogy én valószínűségszámítást fogok csinálni PhD-s koromban, akkor még nem számított egy igazán
elit matematikai disziplinának. Az nem létezett ez a terület. Tehát ez 2001-től kezdve született meg. Én PhD-s korom alatt ezt próbáltam úgy csinálni, hogy mindig 3 hónap nyár, meg 1 hónap karácsonyi szünet alatt csináltam a táncprojekteket, a nővéremmel egy darabot. A karácsonyi szünetben, Amsterdamban voltam egy nagy, sok hetes táncprojekten egyik nyáron. A kutatás, meg a tanítás, meg a 3 gyerek mellett, így az évek alatt sajnos teljesen elkopott a tánc. Még így utólag is nagyon sokat köszönhetek egyébként neki. Matematikában is úgy érzem, hogy nem csak az agyammal gondolkodok, hanem a testemmel. A testnek, meg a léleknek, meg az elmének azt gondolom, hogy ez egy. Focizok, és ott például, amikor elkezdtem focizni, akkor nagyon rossz voltam, és az évek alatt sokkal jobb lettem. És éreztem, hogy ez azért van, mert az improvizáció, a tánc improvizáció megtanított arra, hogy hogyan tanuljak valós időben abból, ahogy csinálom, hogyan legyek egyre jobb.